Sokszor beszéltünk már arról, hogy Magyarországon milyen sok mikrovállalkozás van. Most abból a szempontból vizsgáltuk a vállalkozásokat, hogy a tulajdonosi körnek a lakcíme mennyiben esik egyben a vállalkozásnak a székhely címével. Ez a koronavírus járvány terjedésével különösen érdekes kérdés most, hiszen a munkavégzés helye és a lakcím hely egybeesett. Összességében vizsgálva a cégbázist, azt találtuk, hogy a teljes hazai vállalkozási körnek a 40%-a olyan, hogy valamelyik tulajdonosnak a lakcíme egybeesik a vállalkozásnak a székhely címével. Ha árbevétel bontásban nézzük ugyanezeket az adatokat, akkor azt találtuk, hogy természetesen a mikrovállalkozásokban nagyobb ezeknek az aránya, de bizony a közép és a nagyobb vállalkozások körében is igen jelentős ez az arány. Például az 1 milliárd forint árbevételt meghaladó vállalkozások körében még több mint 6%-os azon cégek aránya, ahol valamelyik tulajdonos lakcíme egybeesik a székhely címmel. Természetesen nem lehet általánosságban kijelenteni, hogy a székhely egybeesik a vállalkozás valódi tevékenységének a helyével, ugyanakkor a székhely mindig egy fontos tényező a vállalkozás életében. Ha home office átállás szempontjából vizsgáljuk ezt a helyzetet, akkor sem lehet általánosítani, a tevékenység nagyban meghatározza, hogy mennyire tud egy vállalkozás átállni, ugyanakkor a kis mikrovállalkozások esetében jelentős különbség lehet, hogy hogyan indulnak neki a járványnak. A legkisebb családi vállalkozások, ahol a tulajdonosi kör teljes egészén egy lakhelyen lakik, ott bizony még előnyt is jelenthet a lakcím és a székhely cím egybeesése, azonban ahol a tulajdonosi kör különböző címeken lakik, és egyéb alkalmazottak is dolgoznak a vállalkozásban, ott bizony egy valódi problémát jelenthet, hogyha a távolságtartás akadályozza a tényleges munkavégzést is. A hazai cégvezetési gyakorlatra jellemző, hogy egy címre nem feltétlen egy vállalkozás van bejelentve. Például jelenleg 65 ezer olyan cégtulajdonos van Magyarországon, akinek a lakcímén még egyéni vállalkozás is működik. Ilyen esetekben az esetleges korlátozások hatványozottabban hatnak a cégek működésére.